Egy nap alatt több mint 40 civil halt meg a kelet-ukrajnai Donyeck térségében, a kijevi kormányerőknek viszont sikerült visszafoglalniuk Ilovajszk városát, bár mindkét oldalon óriásiak a veszteségek. Közben ukrán területre értek az orosz humanitárius segédszállító teherautók. A kijevi külügyminiszter szerint a nyugatnak úgy kellene támogatnia Ukrajnát, ahogyan az iszlám állam ellen harcoló iraki erőket. Az ukrán kormányerőknek sikerült visszafoglalniuk Luhanszk jelentős részét. A Nemzetvédelmi és Biztonsági Tanács szerint a harcokban 9 katona esett el, 22 pedig megsebesült. Ugyanebben a térségben állítólag orosz barát szakadárok lelőttek egy újabb ukrán katonai repülőgépet. A Su-25-ös csatarepülő a szárazföldi erőknek nyújtott légi támogatást, amikor találat érte. A pilótáról egyelőre nincs hír. Tovább dúltak a harcok a szintén kelet-ukrajnai Donyeckben is. A lakosok elmondása szerint a szeparatisták központjává váló városban egyre gyakoribbak a betörések és fosztogatások. Ez a nő azt állítja, hogy a férjét is a lázadók rabolták el. Biztos, hogy dulakodtak a házban, mindenütt vérfoltok voltak, mintha kerestek volna valamit. Aztán gyorsan eltűntek a két kocsival és elvitték a férjemet is, mondja a feleség. Közben elindultak az ukrán határ felé az orosz humanitárius segédszállító teherautók. A kamionok 10-15-ös csoportokban haladnak majd a körülbelül 50 kilométerre lévő határ felé. A 270 teherautó 2000 tonna élelmiszerrel, gyerektápszerrel, vízzel és gyógyszerekkel augusztus 12-én indult el Moszkva környékéről, azóta a rosztovi területen várakozott. A konvojt most a Nemzetközi Vörös Kereszt zászlajával megkülönböztetett autók kísérik. Átvizsgálásuk már megtörtént, ezért a teherautók nem állhatnak meg, és a kabinjukban is csak egy sofőr tartózkodhat.